A rászoruló gyerekeknek szánt karácsonyi cipősdoboz akcióhoz idén két helyszínnel is csatlakozott a Zsolnai Örökségkezelő. November 25-től december 18-áig várja a felajánlásokat a Kulturális Holding. Az ajándékokat az Ókeresztény Mauzóleumban csütörtöktől vasárnapig 10 óra és 16 óra 45 perc között lehet leadni, vagy a Művészetek és Irodalomházában hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között. A felajánlott adományok a Baptista Szeretett Szolgálat együttműködésével jutnak el a hátrányos helyzetű gyerekekhez. Ez úgy működik, hogy otthon kiválasztunk egy cipős dobozt, megtömjük mindenféle olyan ajándékkal, aminek egy gyerek örülhet. Kerülhet bele játék, könyv, higiéniai eszköz, írószer, édesség, szóval tulajdonképpen bármi, ami jó állapotú. Aztán becsomagoljuk csomagolópapírba, lehetőleg külön a zaját és külön a tetejét. Átkötjük zsineggel, vagy rögzítjük ragasztószalaggal, és elvisszük valamelyik leadópontra. Ott pedig kapunk majd egy kis kártyát, ahol ki kell tölteni, hogy körülbelül milyen korú és milyen nemű gyermeknek szánjuk az ajándékokat. Az országos akció keretében tavaly összesen 50.930 ajándékkal lepték meg a gyermekeket. A Zsolnai Örökségkezelő NKFT célja, hogy idén még több rászoruló fiatalnak tudjanak örömöt okozni.